Szia! Bognár Balázs vagyok, az első 100 millió könyv írója, és a hazai korai nyugdíjas mozgalom megalapítója, vezetője. És már lassan 2 hete itt vagyok az MSC World Európán, és igazán nem palaszkodom, de azért így az idők során csak összegyűlt néhány dolog, ami zavar, és tegnap elkezdtem leírni, és azt vettem észre, hogy több mint 20 van. Úgyhogy elmondom szépen lassan őket, és rögtön az elején exkúzálom magam, mutatok egy kis tengert, engem már úgyis unjátok az arcom. Szóval rögtön az elején exkúzálom magam, ugyanis ez nem azt jelenti, hogy nem jó a hajó. Sőt, azt kell mondanom, hogy 10-ből olyan 8 pontot adnék ugye az egész túrára, hajóra, úgy mindenestől együtt, ami azt jelenti, hogy tök jó. Tehát alapvetően semmi gond nincsen, nagyon szép a hajó, jó a kaja, jók a műsorok, jó idő van, mondjuk ma pont egy kicsit hidegebb van. Alapvetően minden rendben van. De azért van néhány apróság, ami engem zavar, és rögtön mondom, hogy lehet, hogy téged ezek nagy részét észre se vennéd, vagy nem zavarna, és persze fordítva is igaz, hogy lehet, hogy van néhány olyan dolog, ami meg engem nem zavar, vagy észre se veszem, és téged meg zavarna. Úgyhogy elmondok néhány dolgot, aztán döntsd el, hogy mi az, ami téged zavarna, vagy sem. Nincs, nem fontossági sorrendben van úgy, ahogy idők során eszembe jutott, pár nap alatt összeragadtam őket, szóval az első a klíma a hajón. Nagyon zavar, nagyon hideg van. Tehát ugye Abu Dhabiból indultunk és Rómába kötünk ki, tehát 16 napot vagyok a hajón, gyakorlatilag 30 fok van mai napot kivéve, és olyan szinten nyomják a klímát, hogy nem csak hogy a folyosókba, a liftekbe, hanem a kajáldákba is olyan hideg van, hogy konkrétan amikor tudom, hogy hosszabb időre megyek, tehát vacsorázni, vagy reggelizni, vagy ilyesmi, akkor fölöltözök, mármint hogy fölveszek hosszú nadrágot és hosszú felsőt. Föl kell öltözni a 30 fokba, mert olyan hideg van a hajón, annyira nyomják a klímát. Engem ez zavar, első pontként. Második pont akkor, ha már így beszámozom. Szobaklíma. Ott is hideg van. És nem is értettem első pár napban, hogy hogy az Istenben van, hát ráteszem a fűtést, fölmelegszik, jó idő van, majd visszajövök, elmegyek valahova, visszajövök, és már megint hideg van. És nem értettem, és ott ezértem, szóltam a szobalánynak, hogy mi van itt, és aztán rájöttem. Tehát ha kimegyek a szobából, kihúzom a kártyát, mármint hogy bennmaradtam, akkor bekapcsol az automata klíma a szobába, és kihűti a szobát. És aztán, amikor visszamegyek mondjuk egy reggel után, akkor mindig azt láttam, hogy ja, már megint hideg van, és aztán visszakapcsolom, mármint a fűtést. Engem ez zavar, apróság természetesen, de sokkal jobban zavar ez a fajta, hát most természetkárosításnak, de fölösleges energiafogyasztásnak mondanám, tehát napi 5-10-szer kihűti, fölmelegíti a szobát. Szerintem zavaró, amikor rájöttem, szóltam a szobalánynak, nyilván bólogatott, meg stb. Mondta, hogy elmondja a műszakiaknak, stb. Nyilván nem történt semmi. Gondolom, hogy ez valami központi, tehát hogy nem tudja megoldani, vagy kikapcsolni. Ez is egy olyan apróság, amivel nyilván túl lehet élni, mert szép a tenger, meg mondom, jó a kaja, meg minden rendben van a hajón, de ilyen apró zavaró tényező. Tehát ez volt a második, a szobaklíma. Akkor a harmadik, hogy nincs buli. Hát most erről nem a hajó tehet, meg nem is tudom, ki tehet róla. Ugye nyugdíjasok vannak, tehát nem hogy 50 pluszos, hanem inkább 60 pluszos a korosztály. 6-tól 10-ig, 11-ig ilyen karaoke show-ba el vannak. Nincs buli, tehát nincs az a diszkó, szórakozó helyes, akármi, én is gyakorlatilag éjfélkor alszok, sehol semmi buli. Hát nyilván ezzel is túl lehet élni, de azért jobban örülnék neki, hogyha lenne buli. Szóval a 3-as pont az, hogy nincs buli. Akkor a 4-es, a székfoglalás, mármint hogy az ilyen nap ágy foglalás, ez zavar. Most is pont csináltam egy fotót, majd bevágom. Reggel 7-8-kor kimegyek, hogy na akkor majd valahova ide leülök, és akkor nem tudom, nézem a tengert, vagy kicsit napozok, vagy bármi, és az összes napágy le van foglalva egy lepedővel. És nincsenek ott az emberek, tehát reggel lemennek, lefoglalják, elmennek reggelizni, nem tudom, mit csinálnak, és nincsenek ott. Úgyhogy az a 3.-4. nap már úgy zavart, hogy már megint nem tudok leülni ide, főleg jacuzzizni akartam, ugye körbefülöttem az összeset, és akkor nem tudom letenni hova a cuccomat. Úgyhogy egyébként 3.-4. nap fogtam magam, egyik másikat odébb tettem, ott voltam 1-2 órán keresztül is akár, és nem jött a tulaj, úgyhogy most ezt is megoldottam, igazából simán odaülök valahova, ahol látom, hogy csak úgy le van téve még a érintetlen törölköző, odébb rakom, ott el vagyok, aztán ha egyszer jöttek, mondtam, hogy sorry, az kész, odébb ültem egyel,
nem nagyon érdekelt. Úgyhogy ez a székfoglalás az furcsa. Nyilván ez is ilyen megoldhatatlan probléma, tehát most hiába mondom a recepció, vagy ilyesmi, hát van 6000 vendég, és mondjuk nem tudom, 500 nyugágy, nyilván elfoglalják. Én mondjuk ide szoktam jönni egyébként, ez most pont az árnyékos oldal, mert, na majd mondom, mert az is a problémák között van. Szóval ez volt a, nem tudom, a 4-es, a székfoglalás, igen. Akkor az 5-ös, hogy hát ez most csak erre az útra jellemző, kevés a kikötő. Tehát, hogy Abu Dhabiból jöttünk, megálltunk egy szigeten, ahol egyébként már voltam az előző hajóval, aztán megálltunk Ománba, Muscatba, ahol egyébként már voltam az előző hajóval, aztán volt egy Suezi csatornánk, az szép volt, az jó volt egyébként, azt tetszett, de ugye nem álltunk meg, tehát nem kötöttünk ki, és akkor most megyünk, most Szicília mellett fogunk mindjárt elmenni, most már lassan ott vagyunk, szerintem az ott szembe, már valamelyik az, ott, ahol esik az eső. Szóval, hogy itt sem fogunk megállni, hanem megyünk Nápolyba, és aztán Rómába kiszállok. Szóval, kevés a kikötő, de ez most csak erre a hajóra jellemző, ez ugye ilyen, mi az, ilyen átmozgatós hajó, tehát ez a hajó ugye egy pár hónapja megy tavaly december óta, tehát egy 4-5 hónapja megy eddig Dubájba és ott környékén, ugye mert új, legjobb, legszebb, stb. Nagyon felkapott, és akkor most átmegy Európába, foglalt egyébként, most nézgettem az árakat, majd egy másik videóba elmondom. 2 hónapra előre gyakorlatilag le van foglalva, ez most egy nagyon felkapott hajó, úgyhogy most átmegy így egyik helyszínről, vagy egyik tengerről a másikra, és ez most csak erre az egy útra jellemző, de így azért így furcsa, hogy most is 5 napja megyünk, és nem volt kikötő. Úgyhogy kevés a kikötő, ennyi, de mondom, ez csak erre a hajóra jellemző. Na nem tudom hányas nárok, talán a 6-os, hogy ráadásul, ja igen, mert hogy megálltunk még, mert a következő pont az, hogy nem jó kikötőkbe állunk meg, és akkor amit pont kihagytam, hogy megálltunk Jeddah, Szaúd-Arábia, üres volt a város. És ugye az első szigeten is, ahol megálltunk, egy üres sziget. A Muscat az jó, de mondom, voltam már. Szóval, hogy Jeddah is tök üres volt. Értem, hogy megint Ramadán van, nem megint most éppen Ramadán van, és emiatt ők ugye még erősebb, vallásosabbak. Tök üres volt az egész, tehát zárt, boltok, stb. Tehát végre megállunk egy kikötőbe, és ott sincs sok mindent csinálni. Kerestem egy, minden zárva volt, nem tudtam beülni egy Mekibe, ráadásul volt Meki, de ugye az is zárva volt, minden zárva volt, és akkor bekérezkedtem egy irodaházba, és ott végre volt net kapcsolatom. Szóval, hogy nem nagyon tudtam mit csinálni a városban, aztán persze utána még sétáltam egy kicsit, de szóval, hogy nem jók a kikötők. De mondom, talán ez is erre, csak erre a hajóra jellemző. Na, nem tudom, hol járunk, talán a 7-es, és akkor félig meddig ide tartozik, hogy a túrák, ugye, amit a hajó szervez, az drága. És akkor itt most majd mondok pár pontot, ami egyszerűen drága. Szóval engem ezek zavarnak. Ha ki akarsz menni egy városnéző sétár, vagy nem sétár, egy ilyen buszos akármire, akkor nemhogy 50-60, hanem 80 euró per fő. És ezek ugye ilyen tömeges, tehát ilyen buszos járatok, amit a hajó szervez. Szóval nehogy már 30 ezer legyen az, hogy kivisznek busszal, megállunk egy-két helyen, egy 4-5 órára elmegy, visszajön, stb. Ennyi. Tele van a busz egyébként, tehát telibe foglalják az emberek, mert ugye nyugdíjasok nem annyira tudnak mit csinálni. Kénytelen ezt választani, én ezt megértem. Én ugye, nyilván ez is választható, tehát nem kötelező, úgyhogy én szépen megyek magamtól. És akkor itt tennék egy megjegyzést, még egy pont ezt föl se írtam, hogy pont Jeddahban volt az, hogy megnéztem a térképen, hát ez itt áll meg a hajó gyakorlatilag a belvárosban, 2 kilométer, hát majd itt kiszállok, azt legyalogolom. És akkor leszálltam a hajóról, elindulok, ott nagyjából, hogy akkor arra kell, mert ezt rám szóltak, hogy hova. Hát mondom, megyek a városba. Mondták, hogy itt aztán nem. Nem lehet sétálni a kikötőbe. Hát mondom, jó, hát és akkor mi legyen? És mondták, hogy hát fel kell szállni a buszra, 15 euró, és kivisznek a városba. Én megmondtam, hogy hát én nem vagyok hajlandó azért 5000 forintot kifizetni, hogy oda kivigyenek, mondták, hogy de, kötelező, de szálljak föl a kikötői buszra, kivisznek a kapunk kívülre, aztán majd ott meglátom. Ja, mondom, az oké, még jobb volt, mert ingyen kivittek a kikötőn kívül, megértem, egy kikötőben nyilván ne tébláboljanak a turisták, ott a konténerrakodó hajók vagy azért között éppen tök érdekes volt. Úgyhogy abból is kicsit kigyúrtam magam, letöltöttem néhány videót, hogy hogyan pakolják a konténereket meg a hajókat, tök érdekes. Szóval kiraktak a kikötőn kívülre, tudom, hogy ja, hát ez még jobb, mert már csak egy kilométer van a város, és ott jött újra ez a sztori, hogy de nem mehetek gyalog. Mondom, hát hogy nem? Tehát oda megyek, az az épület, hát mit nem? És mondták, hogy nem lehet átmenni, mert hogy gyalog, veszélyes, felüljárott volt valami autópálya jellegű, stb. Csak busszal mehetek, kész. Most nyilván nem azért
lettem rosszul az 5000 forintot, mert túléltem az 5000 forintot, de nem tetszik ez, hogy gyakorlatilag itt is rám szóltak, mondjuk más kikötőben azért annyira nem, tehát azért el tudsz téblábolni gyalog, de ki kellett fizetni. De ettől függetlenül, ha mondjuk most néztem, hogy Nápoly, körtúra, ebéddel, 100 euró. Tehát most ez tipikusan olyan, hogy kiszállok és Nápolyt körbejárom. Szóval, na, hosszúra nyúlt, drágák ezek a túrák, fele ennyiért kéne adni, és akkor eszembe jutott még egy, ugye a hajó az pont érdekelt volna, és akkor lementem a recepcióra, hogy én szeretnék egy ilyen hajó túrát megnézni, a motorteret, a kapitányidat, nem tudom, és mondtam, hogy persze, persze van, iratkozzak föl, el is indul, hogyha valamelyik nap, és akkor egy óra 60 euró. Mondtam, hogy nem privát túra kell, tehát 60 euróért, 20 nem tudom hány ezer forintért egy órára, az egy privát túra, már ne haragudjon, kávéval, meg mindennel együtt. És itt meg 20-30-an mennek egyszerre, azért nehogy már egy másfél millió forint az, hogy körbevisz egy kedves aranyos kislány, és megmutatja a hajót. Szóval ezek nagyon túl vannak árazva, de természetesen megértem, a hajó profitra megy, a turisták kifizetik, egyszer vannak itt, úgyhogy ezért fölárazzák a dolgokat, szóval drága a túra.